Na, itt vagyok közben. Folytatódik a birodalom építgetés. Nem, régen néztem már ilyen világranglistát. Science-be vezetek. Hát, Domination, Military Strength, na. Az hogy? Effektíve sokkal gyengébb vagyok, mint, hát egy ilyen... negyedik helyre lennék jó, számok alapján, de mégis dominálom a dolgokat valamiért. Jó ég tudja miért. A hollandusok azért szépen elterjedtek. Meg kell hagyni. Szkíták. Mongolok. Ulánbátor. Na nézzük a következő kört. Ezt az urukat és környéket kicsikét fel kéne már javítani, mert vannak gondok. Hát mi nem vagyunk jobb, ezt eddig is tudtam, nincs ezzel gond. Ugye ezt most mire fel? No, no, no. The lowest is to attack a city. Siege of a city is only done as a last resort. Következő kutatás. Szólhat. Szólnia kéne a Military Science-ről, hogy legyenek huszáriaim. Az úgy adogatná. Aztán utána lehet a vasút, mert az egy fontos gazdasági cselekedet lenne. A szén és egyéb dolgok feltalálásával karöltve. Meg az Economics. Plusz G. Ezeket úgy tudnám szeretni. Még azt gondolom, hogy ez a korszak is egy eléggé jól áll a magyaroknak. Ez a felvilágosodás szintű. Hát, hova küldjelek téged? Az még 23 kör.
Nektek még gyógyulni is kéne. Meg promotálni is lehet titeket. Ja. Felvehetünk valami skillt. Katasztrófa Angliában, kitört egy vulkán. Lehet, hogy őket is majd meg kell támogatni valamilyen segéllyel. Na, itt akkor... kéne... épületeket javítgatni. Ahogy elnézem. A Shrine-t például. Építsünk farmokat jobb helyen. Nincs jobb ötletünk jelen pillanatban. Velük meg szépen visszahajózom. Kicsit blokád alá vontam az egyik szkítai várost. Szanaszét lőttem őket, de hát ez semmit nem jelent, mert bevenni attól még nem tudom tengerről, úgyhogy csak kicsit így adtam az arcukba. Ha már itt erre a belső tengerre nem tudtam át evickélni sehogy sem. Az lett volna a jó, vagy az lett volna a cél első sorban. Hát most ismét reményeim szerint következnek boldog békeévek, fejlődgetünk. Próbálkozunk a fejlődés útjára lépni és kordába tartani a népességet. Ne lázadozzanak. Lakóság ne lázadozzon. Te meg mit akarsz? Salétromot? Képes vagy salétromot kérni? Hát... sajnálom, fiam. Te az ott erősen le van rombolva, én úgy látom. Most tűnik csak fel. Mindjárt itt a builderrel megnézzük, hogy mit tehetünk. Itt is vannak lerombolt épületek, szerintem ezeket a builder is helyre tudja hozni, de mindjárt kiderül. Jó, itt. Álljatok be védelembe. Need more housing. Pestnek szüksége van több épületre, lakható épületekre. Igen, veled mit is akartam? Rosszabb tudja már. Itt urukba be a szépen. Terjeszd a hitet, léci. Ez lenne a feladatod. Inkább pénzt kérek, ha? Ez 90. Hát... legyen.
Mit tehetek érted, Periklész? Te is salitromot szeretnél? Nem sok van nekem se, úgyhogy... Sorry, bro. You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. Ismét lehet policit váltani, amennyiben szeretnénk. Governors. Nem tudom, ez a civil prestige ez mennyire. Mit at least two promotions provide. Hát nem. Nem változtatok. Marad minden a régiben. Civilizációs fejlesztéseknél, amik vannak, hova jutottunk. A Diplomatic Service lehet a következő, vagy a Reformed Church. Meg a merkantilizmus, na az lesz a nekünk való. A Diplomatic Service-t is nyilván ki fogjuk fejleszteni. De most... Nézzük meg ezt a kereskedősebb aspektusát a dolgoknak. De jó, hogy ezt így megoldották, ki lehet kerülni. Vagy keresztül lehet rajtuk menni. Olyan unitokon, amik az utamat állnák úgy elviekben. Juice Production. Megépült az egyetem. A következő nagy falat lehet a bank szektor kiépítése. Itt a Shrine-t sikerült... kijavítani. Hát... Legyen a Commercial Hub. Hát ezek gyakorlatilag ilyen korszakokon átívelő nagy felújítások lesznek, mire itt minden helyére kerül ezeknek az épületeknek. Ide is lakóövezet, ami szükségeltetik. Great Lighthouse. Pécsett.
Megfeküdtek a srácok. Itt is milyen frankó város lehetne létrehozni abba a delta torkolatba. És nem tudja javítani. Ja, de el tudja, bocsánat. Most látom. Akkor lehet, hogy... nem tudom, hogy jó ikont néztem-e ott a túloldalon. Lehet, hogy az megint kéne. És lehet, hogy veszek egy buildert inkább. Lehet, hogy sok dolog lesz azért még itt. Ez határozottan úgy tűnik, hogy le van rombolva. Sőt, most már biztos. Már nem azokat a bónuszokat adja, mint ha ott épület lenne. Akvadukt felépült. Ja, aha, itt van. De komoly. Egy kis vízimalom. Kikötő? Hát a kikötő... Mi a bajotok itt legfőbbképpen? A housing. Housing az probléma. Csak itt nem ad semmi housingot az igazság. General Point. Az nem kell nekem. Akkor legyen ez a szórakoztató központ. Ott jó lesz. Teljesen jó lesz. Még ebbe is benne... Ja. Szerintem van ott még több is. Akkor nem. A Victoria mindig jön a Bush képével, azt hiszi, meg sajnálom. Hát nekem sincs. Hidd el, nekem sincs pénzem. Vagy nyersanyagom. De nézzünk csak vissza, mert most már kíváncsi vagyok, hogy tényleg nem lehetett azt javítani, vagy csak én néztem be a dolgot. Valószínűleg én néztem be. És... mocorognak a szkíták megint. Igen. Legyen. Nyitott határoknak a híve vagyok. Egész nyugodtan mászkáljatok. Főleg a kereskedőitek mászkálhatnak sokat. Megengedem.
Nem, nem én néztem be. Úgy tűnik, tényleg nem lehet itt javítani. Itt sem. Jó, akkor... megyünk tovább. Nagyon komolyan néz ki ez a belső kis negyed Buda környékén. Az agglomeráció. Impozáns. Tukát, az akvadukt. Mindenféle létesítmények. Küldhetek egy követet valahova. Most Genovába már jók vagyunk, akkor ott most megint... megint haverok vagyunk Genovába, vajon? Hát hova küldjek? Mexico City eléggé szeret minket. De azt is kell nézni, hogy van... vannak questek? Vagy mi akar ez lenni? Bandar Brunei. Jeruzsálembe lehetne egy... még mindig tart az a quest, ezek szerint nem jár le. Trade route-ot kéne Jeruzsálemmel kialakítani. Küldöm Mexico City-be. Már Budán is a lakhatásért nyöszörögnek. Nagyszerű. Te pedig gyere ide. Vagy tudod mit? Nem is. Veszünk egy buildert ott fent. Túl messze van az a Buda, hogy itt mászkáljak a builderra. Itt lent is lennének meg feladatok úgyis. Ez mi az? Ja, ezüst? Hmm.
Két aranyjal kiszúrod a szememet. Nem. Nem, nem és nem. Military sciences. Hamarosan kifejlődik. However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. Oh, military academy az ad nekünk housingot is. Kifejezetten dicséretes. És ezt se tudom javítani. Jó. Akkor itt építünk egy ilyen favágó üzemet. Sheepyard. Na, nyugdíjba vonulhat az admirális. És akkor legyen a steam power. Fedezzük fel a gőzgépeket. Épp ideje, hogy erre is rájöjjünk így az 1500-es évek derekán. Vallásügyileg eléggé vegyes felvágott a magyar királyság, mert itt aztán van mindenféle vallás. Aki csak betette ide a lábát, az térített. Nagyon rendesek vagytok, hogy követséget hozhatok létre a fővárosotokban. Illetve bocsánat, hogy te kérsz meg arra, hogy te hozhass létre követséget. Hát legyen. Oh, happy day. Figyelj, nem akarsz itt egy bányát csinálni ennek a salétromnak? Nézzük már meg, please. Mit tehetek, érted?
Jaj. Szkítáknak haragudtak. Lehet, hogy mindjárt lerohannak. Wow. Pericles, ez egy jó ajánlat volt. Nézem, hogy itt ezeken a részeken, itt vagy, hát itt mondjuk elég durva, de ilyen csatornákat nem lehetne létrehozni. Ez a város is nagyon durván néz ki, azt a... Szinte a vízre épült egy nagy része. A föníciaiaknak ez a városa. Tényleg veszek trédert is. Most jut eszembe. Hogy azt is lehetne csinálni. Hoppá, partra szálltak a görögök. Hogy mit akarnak, az egy jó kérdés. Megszerezhetek egy Great Person-t, egész pontosan egy Great Scientist. That, dot, that, dit. Ő itt Dmitri Mendelejev. Periódusos rendszert álmod meg nekünk, Mendelejev. Jó, menj egy kampuszhoz. Boostolta a ballisztikot meg a chemistryt. Az jó. De... Vagy akkor azt a művészek csinálják, a writer, meg ilyenek, hogy valamilyen great artistot létrehoz? Mert az annak lehet jobban örülnék most így első blikre. Ez is jó volt persze, de... Na, akkor azt nézzük meg, hogy Jeruzsálembe tudunk-e menni. Így értelen nem látom itt Jeruzsálemet. Lehet, hogy ezt úgy lehet megtenni. Harlem. Lehet, hogy ezt úgy lehet megtenni, hogy apránként, hogy mondjuk menjünk Eindhovenbe például. Teljes, egyáltalán nem gazdasági megfontolások, vagy ilyesmi, hanem itt nézem, mik a lehetőségek. Ezek a szkíták nagyon erőszakosan térítenek itt.
Nem nagyon hagynak nekem más választást. Nem is bírok tovább menni, vagy itt most mi van? Ja, a föníciaiak, nézd csak. Te izé baj van velük. Make a deal. Open borders. Most már jöhetek. Hey, itt rendesen basszus, ezt a tengerszorost itt uralják, és hogyha nem kapok bebocsátást, akkor át sem mehetek. Ez azért egy ilyen jó kis adóász a kezükben. Ez olyan, mint a Suezi csatorna Egyiptomnak. Vagy még annál is durvább. Iszlám, terjed az iszlám. Na hát, fasza. Lesznek itt öngyilkos bomba támadások. Nederland floreert met elke zending die u ons stuurt. Ja, most örülsz, mert most itt kereskedek veled. Jó van, Wilhelmina, pihenj le. Visszafordulok vele. Dido és Tomris. Tehát a szkíták és a föníciaiak, ha minden igaz. Ja, ők kötöttek békét, mert eddig háborúba voltak. Akkor ezek szerint biztos. Megint kattog nekem. Jobbra-balra kattog. Na, most írtam, mindenki vérszemet kapott, és követséget akar létrehozni a fővárosomba. Hát... of course. Hollandok meg hozzák a katolicizmust. Szkíták az iszlámot. Meg vagyok itt áldva ezekkel. Sleepeljetek. A Genghis Khan belelendült, úgy látom. Itt a túl végen hirtelen. Nagyon hadakozó üzemmódba kapcsolt. Egyetlen nem logikus sokszor, amit csinálnak, tehát... Jó, nyilván ott vannak valami baráti békekötések, vagy ilyen meg nem támadási szerződések, vagy ilyesmi, hogy amikor valaki valakit elkezd támadni, akkor hirtelen sokan ellene fordulnak.
Hát nem túl szerencsés minden esetre. Ez a déli félteke, Nippur úr és uruk, ez full iszlám lesz, attól tartok. Jaj, na igen. Iszlám többség van. Itt is iszlám többség van. És itt is. Pécsnél van már ez egy fordulópontot már a judaizmus. Ami dominál, nem sokkal. Budán egyértelműen a judaizmus. Pesten pedig szintén a judaizmus. Ja, hát az mondjuk így kemény eloszlás így vallásügyileg, hogy a birodalom egyik fele zsidó vallású, a másik fele iszlám. De itt ezek a szkíták rettenetesen térítenek. Jó, ezek az ő városaik voltak, úgyhogy... valamilyen szinten érthető. Saját népük körében terjesztik a hitüket. Work in the city proceeds fitfully, for the city is short of power. If we do not have enough resources stockpiled, our units, cities, and civilizations. Lautaro wins. Akkor ő segített neki a legtöbbet. Ja, igen, itt írja az aranymennyiséget. Gondolom ez az, nem? 175 aranyjal támogatta Montezumát. Én így 30 arannyal. Középmezőny, alja. Jó, hát egészségetekre. Banános Joe. City unpowered. Az hogy? Hát még fel se fedeztük az energiát, hogy most mi van. Ezzel most mit kezdjek? Nem nagyon tudom. Aha, itt van, itt aha, szén erőmű, vagy mi. Coal power plant. Ja, itt már felbukkan az energia, mint nyersanyag, úgyhogy itt már erősen ezzel is kell számolni. Jó, akkor ilyen szén erőművet csinálok. Nem szél, hanem szén. Mindjárt lesz itt energia. Mindjárt az túlzás nyilván, de... hamarosan.
Ó, ne. És engem akkor most megsegítetek? Egy natural disaster ért engem is, úgyhogy... Jöhetnek a támogatások. Ja, itt. Megáradt az agyva. Komoly ez a hordalék, amit ilyenkor úgy kimos a folyó. Jó öreg zagyva. De itt a gát épül? Hiszem a gát épül ott Pestem. Ha az megvan, akkor talán többet nem kell számolnom itt ilyen áradásokkal. Folyószabályozás. Megoldja a helyzetet talán. Ide a határa építtek egy ilyen katonai kiképzőközpontot, hogy kéznél legyenek. Most költöttünk egy kis pénzt Budára. Fejlesztéseket eszközöltünk. Elég komoly pénzek jönnek be. Kereskedésből. Hát illetve a városoktól jön be a legtöbb nyilván, az adózott bevétel. Ez messze a legtöbb. Ez a Guanz izé akármicsoda, lehet, hogy most azt kéne erőltetni. Vagy most megint Xi'ant. Vagy legyen ez. Hát ezt a Jeruzsálemet, ezt lehet, hogy feladom, mert nem tudom, hogy fogok oda kereskedővel eljutni valaha is.
Szeretnétek ti is egy kikötőt? Hát... legyen. Ez egy tökéletes hely kikötőnek. Na még egy kör a gőzgépek felfedezéséig. Pest környékét addig gyors rendbe hozom. Terjed az iszlámot fent is, Pesten is nyomatják az iszlámot. Science owes more to the steam engine than the steam engine owes to science. Our people imagine a waterway where none exists yet, and this new discovery may allow them to build it. You now have the ability to construct canals. Aha. Ezeket a csatornákat meg tudom építeni. A railroad is an expensive undertaking. But it will boost our trade power and the speed of our units along its line. We should consider where to build these. Movement speed növekszik a railroadokkal, ahogy az sejthető. A Mexico City, akikhez küldtem követeket. Jó, a ballisztik az ugye boostolva lett, az már csak 6 körnek a kifejlesztése. Csak úgy, mint a riflingnak. Jó legyen. Legyen a ballisztik. Na most itt mi történt? Ja. Ó, basszus. Akkor elszkippeljük ezt a kört. Nem tudok elmenni ott a föníciai builder miatt. Jó, ott is van banán, most veszem észre, okés. Ezt én megveszem. Ez egy ilyen természeti képződvény, vagy csoda, vagy valami, hát tartozzon már hozzám. No.
Those of us with great navies. Nagyszerű. Egy jó világkongresszus. Vissza lehet ide lépni? Akkor megnézném, hogy hogy állok én ezzel, mert most ezt annyira nem tudom. Kérlek szépen, hát... Great Merchant, amihez leginkább van közöm, de azt is a hollandok fogják megnyerni, nagyon úgy tűnik. Ja, de várjál, nem, van még például a Great Admiral. Ő még jó lehet, hát akkor legyen az admirális. Szóval azok egy 30-a. Aztán... This religion, hát legyen a judaizm. Szavazok egy 20-szal. Vagy azt lehet mondani, hogy... All players... Inkább mondom azt, hogy mindenki tagadja meg az iszlámot. Hát... Egyikhez se volt szerencsém. A Great Writer nyert. Aztán a másikon meg a... Zoroastrianism nyert. Jó. Csodálatos volt ez a világkongresszus is. Érdemes volt megtartani. Budának is vehetnék területeket egyébként. Elsősorban a tengerem. De azt pont nem tudom megvenni, ami kecsegtetne valami nyersanyaggal. Egyébként ott van egy kiaknázatlan rák halászat. BB a rák halász. Having seen a non-market economy, I suddenly understood much better what I liked about a market economy. Igen. Ilyen nagy korszakot nem ugrottunk, csak ismételten kiegészültek a kis kártyáink újabbakkal. Hát, szerintem... Változtatunk a military policy-n.
pedig kaptunk egy olyat, a Triangular Trade. Gold, Faith. Hm? Hát legyen. Great Merchant, Great Writer. Jó. Ez most így lesz. Ezzel fedezgetjük továbbra is a mindenféle távoli vizeket. Megépítjük ezt a lovardát, illetve... vele ezt a banánozót. Mercantilism. Racionalizmus, szabad piac, liberalizmus, huhuha, ez a felvilágosodás erősen. Ahhoz viszont kell a diplomatic service, úgyhogy ezt is kifejlesztjük. Mi ez? City losing loyalty. Ez az uruk, ez kezd. No assigned governor. Pressure for nearby citizen. Kezdek veszíteni a lojalitásból. Jó, akkor... great people, ha nem. Átküldelek ide. Hát, ha rendet csinálsz. De figyelemmel kell kísérni ennek az urukvárosnak a sorsát. Ugye ez... problémás, de ugyanúgy az úr meg a nipur is az lenne, vagy az lehet, mert ugye ezek elfoglalt városok, és időkérdése is itt lesznek lázongások. Szerintem. Reneszánsz korszak. Hamarosan véget ér. Na, akkor... a banánozó kész, akkor menjünk rákhalászni.
Elkészült. Elkészült a valami. Hú, a huszár egy kör. És nagyon komoly kis melee strength tartozik hozzá. Kolosseum két kör alatt megvan, hallod? Mi ez a iszonyat izé fejlettség? Csak ámulok, bámulok. Hát építsünk egy kolosseumot két kör alatt, hát a hülyének is megéri, hát meg nekem. Kolosseumot, hát hogy hova építsük? Én ide építeném legszívesebben, de látom, oda nem lehet. Hát oda biztos nem. Mert ennek meg van szabva, biztos meg van szabva, hogy requires arena, must be egy... Aha, arena mellé lehet. Szigorúan arena mellé. Hát jó. Két kör alatt lesz egy kolosseumunk is, így a 17. században. Hát kicsit megkéstünk. Jaj, ott nem tudom mit csuktam be, ott valami éhezést véltem felfedezni. Na mindegy, a következő körben is éhezni fognak valószínűleg. És akkor is ki fogja írni a játék. Na jó. Van az a pénz. Mennyiség. While the Colosseum stands, Rome shall stand. Ez when the Colosseum falls, Rome shall fall. When Rome falls, the world shall fall. Látnod kéne a kolosszeumot, hispán. Zsókvánkváren, csiangyű zsikváng, vannvú zsiseng, er guigó, hőjóhú. Yes, my empire is impressive. Really impressive. Továbbra is energiahiánnyal szenvednek Pécsen. Még 6 kör és talán lesz energia. Jó. De ez valami aranykor lehetett, mert most úgy visszaálltak megint a... normál kerékvágásba. Lehet itt is egy ilyen kiképzőközpontot. Vagy commercial hubot. Vagy még mit lehet? Factory-t. Építünk egy factory-t, most már eldőlt a kérdés. World ranking-ba hol állunk? Science-be vezetünk továbbra is. Culture-ben nagyon nem, le vagyunk maradva. Domination-be vezetünk. Ez az, ami ilyen érdekes, hogy akkor ez a domináció, ez nem a hadseregnek a méretével függ össze, hanem... hát nem tudom. Nem tudom pontosan. Vallásba nyilván hátul kullogunk, mert semmit nem költünk rá. Diplomáciába meg. Nem tudom, ez megint miből számolja, de... negyedikek vagyunk.
Let's get on our knees and pray. I don't know to whom. Is there a patron saint of ballistics yet? Na, úgy tűnik, hogy a kormányzó az a stabilitást helyreállította. Hol tudom megnézni ezt a stabilitás dolgot? Ja, itt. A Loyalty and Governors. Ja, hiányzott ide egy kormányzó, úgy tűnik. És már elcsendesedtek a gyerekek. Na, az elektromosságot javasolja nekem nagyon a játék, de hát nyilván minden szépen sorjában. Hol van egyáltalán az elektromos? Ja, ott van. 15 kör alatt. És gondoljátok el, 15 kör, és tenger alatt járunk lehet. Hát, az mi? Ez még bőven az 1600-as évek, aztán itt küldöm az U-botot. Elsüllyeszteni a karavellákat, meg a különböző ilyen kezdetleges ladikokat. Olajfúró torony, itt már tankok vannak, hát ez már 20. század. Oxford University, hát az kell nekem, hát már abban a pillanatban a scientific theory már fejlesztjük is. Jó. És egy mentés. És majd innen folyt köv. Köszi a figyelmet, hello!